Sziasztok lányok és srácok, ez vagyok, ez pedig itt a PES 2021 Wormhouse karrier következő epizódja. Mindjárt bele is csapunk a dolgok közepébe. Ugye a legutóbbi részben volt egy játékos vásárlásunk, illetőleg ugye egy kupa kiesés a City ellen. De a bajnokságban még mindig elég jól állunk, hogy tetszik, hogy Klosterman meggyógyult, amit örömmel konstatálok. Így itt akkor helyre is tudjuk tenni a dolgokat. Poster van. Simpsont fogja váltani, és én egy kicsit szét szeretném húzni a védelmet. Így. Ezt pedig jobban szélre fogom játszatni. És Rotherham United lesz az ellenfél. Mi játékosaink kvalitásban egy kicsit magasabb szinten vannak. Begovicsot visszahozzuk. Szerintem egy jobb backet is hozunk ide. Így. Ez mánia, hogy így posztonként rakom össze a csapatot. Jó. Carter Gosling. Tűnik, hogy így rendben leszünk. Tekeredünk is a következő mérkőzésre. Az uniformot. Jó. Egy game plant is. Miller egy csatáról játszanak. Szerintem Cookot ráállítom. És akkor így megyünk neki a mérkőzésnek. Hamarosan ugye most már a szezon, ugye a bajnoki idény feléhez fogunk érkezni. Már ugye újra ismételtem, van átigazolási lehetőség, úgyhogy majd azért figyelgetni fogom a lehetőségeinket.
Gyönyörű. Most nem szabad majd kiengedni. Tudjuk, hogy ez a srác azért jó vétel volt. Nem. Kamerát most áthelyeztem a felső sorban, hogy már alul később jöttem rá, már így a sokadik rész után, hogy alul ugye a feltöltés után ugye a vízjel belelóg. Kameraképbe. De most le fogjam tudni futni, de hát... nem sikerült. Ez nem volt rossz elgondolás. Éppen összeszedtük a labdát, Billing. Aprof. Kuk. Fejjel tolom itt a... Jó. Kapróf helyett behozom Solankit. Bírják meg itt a gyűlődést a srácok.
tudom, hogy ilyenkor a csatár miért mozog le ide. Persze, nyilván tudom, mert mondom, az a taktika. Csak az a taktikával is kellene most már... ...most jobban foglalkoznom. Megnézzük, hogy mi történt. Nem egészen így akartam, de így lett a jó. Komoly. Brooks is fárad. Wilson helyett behozom Kinget. Menjünk! Miért nem menjünk előre? Jó, hogy én a saját kapunk felé hoztam a labdát. Édes Istenem! Hát ez... Ez kellemetlen, mikor... Nem tudom, hogy... Merre támadunk. Ugye volt már egy hasonló eset, amikor ugyanúgy King Billinggel lőttem egy csodálatos öngolt, és akkor abból lett egy 2-0-ról lett egy 2-2. Kéne azért az ellenfelet ezzel így megint fölhozni. Lehetett volna menni a lyukon. Billing, gyere! Lux, támadjuk már meg! És behúztuk. Ők menj elősen.
kettő, arra is 6 pont a különbség. A 22. meccsnap jön, úgyhogy hamarosan de kéne kezdenünk esni. Ez a baj, hogy still developing-on van. Jó. Éves. Leszállóban, leszállóban, leszállóban. Nálós a dolog. Ki az, aki lehet valamire. Meg kéne néznem, hogy itt nézzük egy overall ratinget. Aha. Legjobb kaposom is 58-as. A srác. Aha. Várható lesz belőle egy 72-es. Annyit fog fejlődni. Azt miért nem látjuk, hogy mennyi idős? Nem értem. Nálam itt egy megy föl valameddig. Most megy, itt egyre lejjebb van a dolog, de itt nagyon megáll itt 72-73 környékén úgy tűnik. Hát sajnálom. Mert amúgy nekem kellene még játékos. Poster week post. You're not.
25 éves baloldali. Játékosok. Ő itt stabilan meg is áll. Hát amik már mind ilyen lefelé jövők. Bocsánat, na igen, hát 22 éves. Nézzük. Annual salary. Nem akarok kérte sokat fizetni, csak az a baj, hogy így akkor elveszi a éves költ. Nem, jó, hagyjuk ezt. Szerintem. Menjünk. Ott ford az ellenfél. Offensive line. Compact NAS. Próbáljuk meg így most a Compact NAS-t kicsit széljebb húzni a társulatot. Na meglátjuk, hogy így mire megyünk. Most a szezon feléig el akarok menni, az azt jelenti, hogy a meccs még talán. Látjuk, ezek a meccs után. De azért nézzek. Ingyen igazolhatók közül játékos, hát ha valakit be fogok tudni húzni. Mi kell ezt a beállítást. Ez jó volt ez a
Adjátok el, majd én is hagyom. Úgyhogy most ennyire halk vagyok csak. Nagyon megy a koncentráció. Megint egy rohadt nehéz meccs. Ezek is mondom, ezek a megmozdulások sose szabálytalanok az ellenfél részéről. Nem rossz, hogy ez a széthúzott formáció. Valami már lesen van. Nem tudom, mit akart itt a védőnk. Úgy már le persze, te szarházi. Tudtam, hogy ezt be fogom vezetni megint a kicseszett védőbe. Ne vonuljatok azonnal vissza, gyerekeket, támadjunk! Gyere már, Brooks! Menjünk! Nem, valahogy ez most nem megy. Szerintem, hogy levesszük a... Hát... Gyerünk előre! Ott van! Holok is megvan megoldulva. Most nekem sürgősen cserélnem kellene. Jó.
most öntse le. Gyere, Brooks! Semmi perc alatt lekontráztak minket. Most mi van? Gyere már! Nem értem, hogy ott a... Mi van? Ilyenkor a védők, mit csinálnak ilyenkor a védők? Miért nem rendeződünk vissza? Most mi... Tényleg a billing még nem jön? Nem vágom ezt a dolgot. No, akkor most kell megnézni, hogy mennyi az annyi. 17 meg 4. 1, 2. Akkor meg volt a fele. Lement a bajnokság fele. Wilson is kiesett, tök jó. Azért megnézek egy olyat. Free agentbe. Ilyen 79-estől fölfele. Van kérdeztem, hogy 85-ig. Legyen 90. Volán. OMF. Aha, ugye ezek itt mind. Ő nem is annyira rossz.
Ja, itt nem tudjuk megszerezni. Egy milliós fizetés legalább kellene. És azt mondtam, hogy a mi játékosainkért, akiket el akarok adni, értük miért nem jönnek. Vannak eléggé. A legértékesebb játékosaink azért azt kell megnézni. De van jó pár 10 millió euró feletti. Ez a beállítás van probléma, ez az Open to Reasonable Offers. Akkor csak menjen már innen alapon. Jobbak. Nem adom. Most az a taktika, hogy ugye lezártam, hogy ő értük ne jöjjenek ajánlatok. Talán ki is. Tényleg is 14 milliót, 16 milliót ér, 16 millió, Lerma 20,
Egy, kettő, három, négy játékosom van, aki 20 millió fölötti rosterban a legdrágább. Jó. És így megyünk bele a következő meccsbe. Sheffield Wednesday. Én most embert nem fogadok. Telefon is megnézem. Jó lesz. Most lesz baj. Vicc. Na, addig szórakozunk egy gyerekek, amíg bekapjuk a második vereségünket. Olyan könnyed, én nem, egyszerűen képtelen vagyok elmenni védőm mellett. Nem is értem, hogy a csatáraim mi a faszomat csinálnak, de komolyan. Hozd már azt a nyomorult labdát! Miért bújunk el megint? Rohanunk előre, lest nem nézzük. Ez komolyan. Mi van? Nem értem ezt most, miért kezdj visszafújni, amikor a labda nálunk volt. Hát, ha valaki ezt nekem elmagyarázza.
még az első normális futballra emlékeztető jelenet az egész bajnokság alatt, hogy egy beadásból tudtunk gólt lőni. Hát jó. Helyes. Más gól volt, de gól volt. Ez mi volt? Lehet menni. Az ide! Nem. Kint volt. Nem. Ezt megint oktalanul oldottam meg. Kicsivel okosabban most. Nem volt elég erős a passz. Gyere, Béling! Nem így kellett volna. Középső védőnek szerettem volna bepasszolni, de úgy látszik, nem így kell, játék szerint. Gyönyörű. Szép. Annyira mégse, ezek szerint. Nagyon jó. Gerling Brooks, persze már nincs stamina.
Nem. Ez így nem. Nagyon jó. Szép fordítás volt, ugye 0-1-ről. Illetőleg 1-0-ról. Hát 1-3. Elég gyenge értékeléseket kaptak a játékosaim. Watfordhoz képest 10, mennyi az? 15 pont előny, hogy ez a feljutás az most eléggé. Stabilnak néz ki. Fighter-t, a Kings-t, ugye megnézik itt a tréninget. Azt mondja, hogy tréning. Nem itt. Skill training. Acrobatic finish. Nem függesztem fel, akkor legyen így. $11 millióért. Adjunk két a többet. Vagy nincs elég annual salary-ink hozzá. Ajaj. Itt pedig jól lenne megcsipni. Hát gyerekek, én átrakom itt a settingsbe large-ra az egészet. Itt. Kubot mindenképpen meg akarom szerezni.
mondjuk a következő meccsre. Millwall. Na, velük kezdtünk, úgyhogy akkor most értünk végig a szezonon. Millwall ellen játszunk. Három csodára. Nyomulnak. Nyomjuk possessionbe, defensive, frontline pressure, all out, defense. Jó, legyen all out defense. Vagyjuk agresszívon. Látjuk, hogy ez így mit hoz. Hogy még mennyi nap marad. Mindenképpen szeretném azt a srácot megszerezni. Persze lehet, hogy most ebben a... Jön? Jön. Zseni? Azt nem. Jó, jó, gyerünk, kerülj le! Nem igazán értettem most ezt, hogy a szélső védőm az hova lett. Hozza a labdát! Áj, hogy nem tudok ilyenkor elmenni. Tehát persze, ugye ilyenkor ugye speed is kellene, de meg is kell néznem, hogy a csatáraim azok hogy állnak speeddel, mert ez nagyon gyenge. Nagyon gyenge ez így. Nem. Az a bajom, hogy a szélső középpálya, az
Szúnyad hátul, bazd meg! Szúnyad hátul marad. Nem hiszem el! Miért nem passzolja tovább vissza? De nem állt-e meg? Menjél már! Menjél már, Brooks! Üld már be! Gyerünk! Ez vicc, hogy onnan ekkorát rúg. Vicc. Haladjunk már! Gyere már, Brooks! Nem hiszem el, bazd meg! Szedd össze magad már, kis pajtás! Rövelje ez a meccs! Bazd meg!
Vigyétek innen. Hát nyilván azért is aggódom, mert tökön tele van ezzel az előző meccsel. Így sikerült el szórakozni. Érdekes, ez az előbb miért nem ment? Tehát nem értem. Nyilván a játék gondolom így szopat, hogy ugye a formákat kellene nézni minden meccs előtt. Ki milyen formában van, ugye. Te! Mi a faszomat fújt ez megint vissza? Gyere már! Menjetek! Hát hoztam veszi át. Nevetségesek ezek a labdakezelési malőrök. Nem. Komolytalan volt az az elképzelés részemről. Menjünk. Valami legyen. Miért nem támadtuk? Vagy Kaprov mondjuk már most kész van. Mi lesz? Utoljára még ma? Pattog a labda össze-vissza! Megyük már!
És még a sorozat elején még azt mondjáztam, hogy majd regulárról feltesszük professionálra, nem megy az nekem. Ez nem. Rohadtó casual abatolom. Jó, Kaprofot lehozom. Bizon sérült lehet. Na, ott nem az úgy jó. Megpróbálom meg itt egy Goslingot, hát ha... Ugye itt azért is gázom, hogy megint csak 1-0 az állás, és... Ez a passz most kinek ment, és azt azért... Ez most én nem tudom, ezt most mit csinálok. Olyan helyekre posztolom a labdát. És mióta ott állt előttem, és miért másnak passzolta? Hát nem értem. Pazd meg! De Brooks! Jövünk valahol, vagy lesz valami? Nem. Egyszer a védőt nem tudom átfűzni.
Az meg hát... Igen, már te vadbarom. Gabori! Harmadik percben lövünk gólt, és utána képtelenek vagyunk az egész meccsen. Gólt szerezni. Utolsó. Ma este, hogy elment. Kevés a pénz. Ez a salary budget, ez valami... rohadt gyenge. Lehet, hogy az lesz, hogy itt most itt a szezonnak a másik felét, jó részét le fogom szimulálni. Outing activities. Jó, ezeket akkor mind kiszórjuk, ezeket a játékosokat. Taylor. Jó, azt elfogadtuk. Jött még ajánlott másik kettőért is. Azokat is. Ha várjatok. Mit akartak még elvinni? Dennis Taylor Jordan. Dennis Taylor Jordan. Dennis Taylor Jordan. Dennis Taylor Jordan. Jordan.
Dennis. Akkor még Jordanért. Kenny Sini. Ő is mehet a... Da. Mehet. Savage. Savage against Sini. A hulladék játékosoktól megszabadulunk. Savage. Még adjuk Genesinit is. Jó, nekem az a kubó gyerek mindenképp kell, úgyhogy én megnézem itt a... listázott... Annual salary, de levisszük. 296-ra. Jó. Adunk érte. $13 millióért odaadják. Adok neki win bónuszt. Adjunk érte valakit cserébe. Ja, hogy itt nem tudom. Ezt a... Mindenki íze, mindenki hülye. Nem adjuk oda Kellyt.
Azért sem adjuk oda, mert egy fiatal srácról van szó. Jó, azt a Traverszt még odaadjuk helyette. Egy millió 3-at szeretne kérni. Én nem adok érte egy, nem adok neki 1 millió 3-at havonta. Elégedjél meg, kis haver, ennyivel. Viszont kínálok egy ilyen szerződést, leviszem a release feedet 9 millióra, upswing bónusz, ennyit. Most ezt a Begovicsot, Begovicsot odaadhatnánk érte adni. Jó, nem adunk érte a játékost, kész. Nem vágom itt, ez mitől nő itt? Ja, akkor lenne kevesebb, hogyha adunk érte a játékost. Aha, értem. Nézzük az egész még egyszer meg. Szívesen megválnék. Nem adom, hogy adnám, de ő meg nem viszik. Csuma, az. Na mindegy, akkor így, ezekkel a kondíciókkal az ajánlatot.
Nagy Ádi. Várjatok csak. Ádinak ajánljunk egy 3 éves szerződést. Manuálist azt vigyük le neki. Ígérjünk érte 2 milliót. Kapjon egy 900 eurós win bónuszt. Oké. Okay. Nyilván Dominikért esélytelen vagyunk harcba szállni. Az ő ázsiója magasabb, hát ő már 35 millióban lenne. És nincs annyi pénzünk. Mennyire lehetne levenni? 17 millióra lehetne levinni. Megpróbáljuk. Goal bónuszt, win bónuszt is. Oké. Okay. Meglátjuk, hogy ennek itt a vége mi lesz. Ennek a próbálkozások, és akkor most, ugye most egy meccset lejátszom, és ugye ki fog derülni, hogy ajánlattételeimre milyen válasz jön. Megjelzik a game plant. Eljött, lehet, hogy meg kéne fogni. Nem. Azok ezzel. Azt nem is hiszem, hogy a Szomosz, hogy most hol áll a bajnokságban. Az elején nagyon jó volt. A csapat. Szép. Szép. Ez nem volt jó. Úgy érzem, hogy kevesen vagyunk, tehát nem jönnek a játékosok. Kevesen vagyunk elől. Nem érnek fel időbe a játékosaim. Majd nem érnünk vissza.
Vegyük már eltől a kurva labdát! Jön a közepe, vagy ki, megint kérvény kell, vagy mi a bánatos pöcsöm van? Lőd már be, na végre! Rúgszál még abban, nem is volt, de már most ki van készülve fizikailag. Harcolj azért a rohadt labdáért, ember! Nem. Folyton. Szép. Kinek? De hogy hol a közepe egyébként? Tudtam, hogy nem messze, jó! És akkor mögé adja! Fogyatékos hülye barom! Mi van, Brooks? Vegyük már el tőle! Miért sasszézzunk, gyerekek? Miért sasszézzunk? Miért nem tudjuk azt a nyomorult labdát elvenni tőlük? Hozzad már! Nem jó, nem jó, egyszerűen nem jó. Most van megint a baj. A rohadt életbe!
mit csinált? Tudod, bazdok, ahova irányítom, te buzi. Új, gyerekek, itt van baj. Van baj bőven. Ilyet, ahol vannak a játékosaim, tehát... Mint hogyha... pályán se lennénk, vagy valami. Na végre, ott van! Meg vissza kéne magam azért fogni, mert eléggé elragadtatom magam néha. Legjobb. Úgy. Most ki fognak itt derülni dolgok. Na, Kubo visszatosította, Nagy Ári visszatosította, viszont Szoboszlaival lehet, hogy tudunk tárgyalni, tehát ilyen hulladék kapusokat fejezzük be a kapuskeresést, mert ez agyamra megy. Jó. Na várjátok, hogyha Szoboszlait megvesszük, akkor... megvesszük. Ulára fogunk menni, de Dominika miénk. Nagyon jó. Nos, hölgyek és urak, Szoboszlai Dominikát megszereztük a csapatba, úgyhogy hamarosan csatlakozni fog a csapathoz. Itt viszont most én befejezném, következő részig legyetek jók, sziasztok!